Amikor először megláttam a jaktot, akkor az volt az első gondolatom, hogy hálás vagyok, hogy ezt most megélhetem itt a többiekkel. Ráadásul ezzel a csapattal külön hálát kell, hogy adjak az életnek, hogy tényleg ilyen dolgok történnek velem. Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Timella jakton! Timi, én úgy gondolom, hogy stílusosan várt minket a jakton. Szép bikinibe felöltözött, ahogy azt szerintem tőle elvárható. Úgyhogy jó volt a fogadtatás, kíváncsian várom, hogy mi lesz a folytatás. Nagyon sokat voltatok már Dominikán, de a természet adottságait még nem annyira tudtátok kihasználni, úgyhogy csodaszép helyre fogunk menni. De hát azért itt van elemózsia is, meg sok-sok finomság. A lényeg. Nem az a lényeg, hanem a társasága is, hogy egy jó buli. Jó, lesz a mai nap, az egész nap. Jó, na gyertek be, Jem! Egy fantasztikus kis terülterű asztalkám hidegtá várt minket ennek a jaknak a belsejében. Voltak mindenféle sonkák, felvágottak, sajtók, olivabogyó, és persze olyan gyümölcstál, ami mogyorókrémbe lehetett tunkolni. Én imádtam. Krisztián, nem fogja senki megenni előletek, nyugodjál meg. Szerintem rólam sokan tudják, hogy szeretem a hasamat, és sokat szoktam enni. És ugye egy ilyen hosszú versennél azért elég hamar tudnak hiányozni az ízek. Ez most egy nagyon jó kis pótlás volt, így változatosabb volt, másfajta ízeket is érezhettem a számban, és hát igyekeztem hamar megtömni a vendőmet. Na, gyerekek, ígyunk arra, hogy ugyanígy élvezzük tovább a játékot, ahogy az elmúlt két versenynapban, és meneteljünk a döntőbe. Ennyi. És ígyunk Timire, hogy ezt tudta intézni. Igen. Egészség. Nagyon szuper, hogy végre kicsit kimozdultunk a mindennapokból, és extra szolgáltatásban van részünk. Egyelőre meg vagyok elégedve mind a pezsgővel, mind az ételekkel is. Egy kicsit másféle ízeket is érezni, mint a megszokott villa és tábori kaját. Örülök, hogy egy kicsit édességet is próbáltunk.